Orosz rakétacsapás érte kedden a kelet-ukrajnai Kramatorszkot. Több ember meghalt és számos megsebesült. Igor Klimenko, ukrán belügyminiszter arról számolt be a Telegramon, hogy két rakéta csapódott be a város területén. Nem sokkal korábban Pavlo Kirilenko, Donyec megye kormányzója a sajtónak nyilatkozva közölte, hogy a két rakéta Kramatorszk belvárosának egy éttermekkel teli forgalmas részét találta el a késő délutáni órákban. A támadásnak legalább 8 halálos áldozata van, és 42-en megsérültek. A helyszínen videó is készült. Az egyik holland újságíró a helyszínről azt jelentette a csapás után, hogy rengeteg a sérült. Többen a romok alól kiáltoztak segítségért, és hosszú időbe telhet, mire kimentik őket. Az újságíró azt is közölte, hogy ő maga alig 20 perccel a csapás előtt még az egyik étteremben evett. Російські нелюди знов спрямували ракети по Кременчуцькому району. Volodymyr Zelenszky ukrán államfő terrortámadásnak nevezte azt a rakétacsapást, mely kedden Kramatorszkban történt, és melynek legalább 8 halálos áldozata volt, köztük kiskorúak is. Az államfő részvétet nyilvánított az áldozatok hozzátartozóinak, és közölte, hogy a mentési munkálatok még tartanak. Hozzátette azt is, minden hasonló terrorcselekmény azt bizonyítja, hogy Oroszország csak is vereséget és haditörvényszéket érdemel, és azt, hogy igazságosan, jogosan elszámoltassák az összes orosz gyilkost és terroristát. Az elmúlt években megszokott nyári esemény volt Kárpátalján a Pál család által, még a 90-es évek elején életre hívott Tisza Péter falvi népzenei, néptánc és kézműves tábor. Az egyhetes nyári oktatásra Kárpátalja szinte minden szegletéből érkeztek gyerekek és felnőttek egyaránt. Ez a tábor adott otthont a Táncház zenészek találkozójának is, ahol egymásnak mutathatták be tudásukat a különböző együttesek. Mindez idén sem maradhatott el, azonban az ukrajnai háború miatt a rendezvényt ideiglenesen áttették a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborba. Pál Lajos pedig akárcsak Tisza Péter falván, úgy itt is az ifjú harmonikásokat tanítja. A harmonikát persze én nekem az a szívügyem, de a bátyám miatt, ma bátyám nekem nagyon jó harmonikás volt, és az nem könyvből tanulta, hanem az úgy tudta azt muzsikálni. Viszont nagyon ügyesek, hál' Istennek a gyerekek, és úgy van kitalálva, hogy több gyereket tudjunk bevonni, táncegyüttesek vannak, tehát a falvakból össze van szedve a táncegyüttes is. Pál Lajos bácsi ifjúkori kárpátaljai barátai is örömmel beszálltak a táborlakók oktatásába. Megtanítottam egy 45 éves bácsit, az is harmonikázni akar, és megtanítottam egy nótára. Arra nótára, hogy az a szép, akinek a szeme kék. És megtanultuk a nótát. Persze most is az ifjúságé volt a főszerep. Idén mintegy 350 gyermek érkezett az egyhetes rendezvényre, mely lehetőséget biztosított a népzene és néptánc iránt rajongóknak arra, hogy neves szakemberek közreműködésével fejleszthessék tudásukat, és azt be is mutathassák. Nagyon sok élményet tudok itt átélni, igazából most szilárdsági táncokat tanulunk, és soha nem hagynám ki igazából, mert nagyon szeretem csinálni. Mostanában nem sokat szokott olyan sok szerep lenni, ugye háború, stb., és ilyenkor ki szoktak adni. Így szoktam sokat szerepelni. A tábor lényege, hogy a résztvevők a végén egymásnak mutatják be mindazt, amit az egy hét folyamán megtanultak. Először a terepen már edzetnek számító táncházzenészek mutatják be tudásukat, később pedig az ifjú tehetségek is színpadra lépnek. Itt volt Kárpátalja népzenei muzsikusainak színejava, és egymás után jöttek, minden kicsit akarta mutatni a másiknak, hogy mennyivel jobban tudja ezt a zenét, de lényegében arról szólt, hogy együtt vagyunk és örülünk egymásnak. Sajnos otthon mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi szituáció nem engedélyezi azt, hogy különböző táborokat, illetve más kulturális rendezvényeket bonyolítsunk le. Nagyon hálásak vagyunk a Rákóczi tábor vezetőségének, akik tavaly és idén is felajánlották a helyszínt, hogy itt táborozhassunk.
A kárpátaljaiak körében tehát most is hatalmas az igény a népzenei és néptánc alkalmakra, ezért azt remélik, hogy jövőre a tábort már odahaza, békében, Kárpátalján tarthatják majd meg. Negyedik alkalommal rendeztek hagyományőrző főzőversenyt Fényes Litkén. A rendezvény fő célja, hogy Magyarország és a szomszédos országok megismerhessék egymás kultúráját, szokásait, hagyományait. A főzőversenyen 11 csapat mérhette össze tudását. A zsűri több mint 30 ételt kóstolhatott. Az eseményre Kárpátaljáról is érkeztek. A mai rendezvénynek nagy jelentősége volt, én azt gondolom, hiszen érkeztek hozzánk Kárpátaljáról magyar laktatelepülésről Császlócor is csapat, érkezett hozzánk Írsaváról is csapat, akik közösen főztek, illetve érkeztek hozzánk olyan fellépő csoportok, akik be tudták mutatni saját kultúrájukat. Többek között Ungváról érkezett egy tánccsoport, aki gyönyörű ukrán táncot mutatott be, amit meghatottan néztek a nézők. Nagyon jól esett számukra, hogy gondoltunk rájuk, jól esett számukra a menekült családok számára, hogy a saját kultúrájukat láthatják, a saját dalaikat énekelhetik, és nagyon-nagyon hálásak voltak ezért. A szervezők a hagyományteremtés mellett kiemelten fontosnak tartották, hogy a Kisvárdán és a közelében élő otthonaikat elhagyni kényszerülő, vagy akár több éve itt élő ukrán közösség kapcsolódási pontja is lehessen az esemény. Nagyon fontos számunkra, hogy őrizzük a hagyományainkat, ne felejtsük el a gyökereinket és azt, hogy honnan jöttünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Ukrajnából, Kárpátaljáról érkeztünk. Nem feledkezhetünk meg azokról az emberekről, akik Ukrajnában maradtak. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen fesztiválok, a hagyományaink őrzések közelebb visznek minket a győzelemhez. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnöke az eseményen kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta hatalmas munkát végzett a menekültek megsegítése érdekében a Várda Hagyományőrző Egyesület, valamint Kisvárda lakossága egyaránt. Én már negyedik alkalommal rendezte meg a Várda Hagyományőrző Egyesület, a Kisvárdai Ruszin Önkormányzat támogatóként a Tisza Európai Területi Társulásét, tehát a megyei önkormányzat is támogatta persze a rendezvényt, egy olyan nagyszerű főzőverseny közösségi programot, amely összehozza az itteni ukrán kisebbséget, mondjuk így ruszin kisebbséget inkább. Egy nagyon szép és hangulatos napot töltöttünk el ezen a rendezvényen. Több százan látogatták a rendezvényt, és igazán hagyományteremtő a ruszinok és a magyarok közötti kapcsolat, a hidat jelentő, igazán nagyon hasznos rendezvény volt ez. Mindamellett persze tudjuk, hogy milyen komoly munkát végzett az elmúlt egy évben a Várda Hagyományőrző Egyesület, a ruszin kisebbségi önkormányzat itt Kisvárdán, a Tisza Európai Területi Társulás, Czapa Andrea igazgatóasszony a segélyezésben, tehát a segélyadományok gyűjtésében, továbbításában. Pénzbe talán ki se lehet fejezni, hogy milyen nagy munkát végeztek itt a Tatjánával, a ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjével az elmúlt egy évben. Erről nem győzök sokat beszélni, meghálálni az ő munkájukat, mert igazán fantasztikus munkát végeztek a segélyezés területén is. És hát ennek a megkoronázása volt ez a szép nap, amely már 4 éves, tehát még a háború előtt kezdődött ennek a hagyománynak a kiépítése. Hát azért is nagyon fontos ez a rendezvény, hiszen közösségépítő szerepe is van, hiszen kárpátaljai belső Ukrajnából is vannak menekültek, akik itt találták meg a menedéket Kisvárdán, és az ő szerepüket is megtalálni, bevonni őket a közösségbe, ez leginkább a ruszin kisebbségi önkormányzaton keresztül valósulhat meg, és ebben úgy látom, hogy a város is tárkarokkal részt vesz ebben a közösségépítésben, hogy tényleg a gyerekek, felnőttek, idősebbek is otthon érezhessék magukat, bármeddig is maradnak Kisvárdán. A Nemzetek Találkozója kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínált kulturális, gasztro és kikapcsolódási lehetőséget.